Megbilincselve vezetőszáron hozták a pécsi törvényszék tárgyalótermébe azt a férfit, aki még 2019-ben Mohácson megölte édesanyját. Az elkövetőt több vádpont miatt is a bíróság elé állították, az emberölés mellett ugyanis közokirat hamisítás büntettéért és becsületsértés vétségéért is felelnie kellett. Közokirat hamisítással azért vádolták, mert megszerzett egy doktori oklevél megnevezésű, sorszámmal ellátott, hamis, valótlan tartalmú diplomát. Becsületsértést pedig akkor követett el, amikor édesanyja ellentett feljelentést. Egy telefoni beszélgetés során agresszív hangnemben közölte vele, hogy elege van belőle, tüntetett az életét, a továbbiakban nem hajlandó elviselni, és menjen most azonnal, induljon és vesse magát a vonat elé. És akkor ennek nyomán tett feljelentést az édesanyjával szemben. Emiatt kereste fel a rendőrséget, ahol trágár szavakkal, becsmérlő kijelentésekkel illette a vele foglalkozó rendőrszázadost. Bő egy hónappal később édesanyja mohácsi otthonában szóváltás alakult ki a nő és a férfi között. A vita odáig fajult, hogy a vádlott különböző elektronikai berendezések kábeleivel megkötözte a sértettet, majd több serpenyővel és egy húsklopfolóval fejbe is ütötte. Ezt követően a férfi egy paplant, valamint egy szőnyeget terített a nőre, majd öt késsel és egy vaskampóval átszúrta azokat. Mindezek után dohányzóasztalt, székeket pakolt a vérző, sérült anyára, majd elhagyta a szobát, az ajtót pedig a hűtőszekrénnyel eltorlaszolta és elment. Az orvosszakértői vizsgálatok szerint a nő másnap elhunyt, halálát fulladás okozta, amihez a vádlott cselekedetei is hozzájárultak. A bíróság végül bűnösnek találta a férfit. Emberölés büntetében a BTK 342 szakasz 1-be kezdés célpontjából ütközés büntetendő kettő emberi közokirat hamisítás büntetében a BTK 227 szakasz 1-es bekezdés álpontjába ütköző figyelemmel a BTK 321 szakasz 2-es bekezdésére is becsületsértés vétségében. Ezért a bíróság halmazati büntetésül életfogytiglan szabadságvesztésre és 10 év közügyekő eltiltásait éli. A kiszabott szabadságvesztést egy házban kell végrehajtani, amelyből feltételes szabadságra 25 év elteltével eltetét követően attól bocsátható. A szakértői vélemények szerint a vádlott a beszámítási képességét befolyásoló elmebetegségben nem szenved, azonban fennálló személyiségzavara a bűncselekmények elkövetéséhez hozzájárult. Az ügyész a jogorvoslat bejelentésére 3 napi határidőt tartott fenn, a vádlott és védője fellebbezést jelentettek be, az emberölés vonatkozásában felmentés, egyebekben enyhítés érdekében.